A brit politika emlékezetes napja lesz a csütörtöki nap, Boris Johnson lemondása. A verseny el is indult az utód megtalálására, és az óra is ketyeg Johnson számára, hogy meddig maradhat a Downing Street 10 lakója. Összegez az Euronews londoni tudósítója. Nem kizárt, hogy 12 jelölt is lehet a megüresedett miniszterelnöki székre. Az esélyesek között van Ben Wallace védelmi miniszter, Nathim Zahavi pénzügyminiszter és Jeremy Hunt volt egészségügyi miniszter, aki egyébként tavaly már Johnson kihívója volt. Egyikük sem tett még nyilvános bejelentést, csupán Suella Braverman brit főügyész és Tom Tugendhat, konzervatív alsóházi képviselő. A konzervatív párt egy gyors utódlási folyamatot szeretne, sok párttag azonban ennek kifutása csak egy 6-7-es periódusban, augusztus végéig látja reálisnak. Szeptemberben lesz ugyanis a párt tisztújító kongresszusa, ez egy remek alkalom lehet egy új vezető megválasztására. Az új elnöknek ezzel másfél éve lenne a párt és a kormány megújítására, a következő parlamenti választásokig ennyi idő maradna számára. Boris Johnson ugyanakkor októberig szeretne ügyvivő kormányfő maradni. Tegnapi döntése sokakat meglepett, hiszen ügyvivő kormányát erre az átmeneti időre is új tagokkal egészítette ki. Mások élesen bírálják azt, hogy beszédében nem kért elnézést egyetlen hibájáért sem. Éppen ellenkezőleg Johnson magabiztosnak tűnt, és ebből arra következtetnek néhányan, hogy a kormányfő célja egy ideig még ott maradni a hatalomban. Emiatt végül a volt kormányfő John Major levelet írt a párt alsó és felsőházi vegyes bizottságának, arra kérve azt, hogy ne hagyja, hogy az átmenet túlságosan elhúzódjon. Jelenleg bizonytalan a folyamat időkerete, de Theresa May és David Cameron esetében ez néhány hetet tett csak ki. Boris Johnson számára is ez lehet tehát a kimenetel. London.